Az elnök ünnepi beszédében kiemelte, hogy Kazincbarcika sokat tett azért, hogy a birkózás fennmaradjon és az utánpótlás is biztosítva legyen a jövőben is. Háláját fejezte ki Kazincz Barcika város önkormányzatának, a birkózást választó mestereknek, edzőknek, versenyzőknek, diákoknak, szüleiknek, a támogatóknak és a szurkolóknak egyaránt. Az önkormányzathoz két díjjal érkeztünk. Egy névre szóló ö, díjat ö, adtunk át, egy, egy oklevelet adtunk át Szitka Péter ö, polgármester úrnak, illetve egy másik, egy, ö, egy nagyobb, egy centenáriumi díszoklevelet pedig Kazincbarcika város önkormányzatára, illetve Kazincbarcika városának azért, mert ö, támogatják és szeretik a birkózást. A birkózó szakosztály hosszú évek óta öregbíti Kazinc Barcika és az ország hírnevét is. Nem kis szerepet vállalva abban, hogy településünk elnyerte a Nemzeti Sportváros címet. Az önkormányzat folyamatosan keresi a lehetőséget, hogy a sportolók méltó körülmények között tarthassák edzéseiket. Az elkövetkező időszakban a Kazinci Ferenc tornacsarnok fejlesztése van napirenden, ugyanis a város az elnyert támogatások által a tervek szerint jövőre egy a súlyemelők és a birkózók számára otthont adó teremrésszel bővítheti a létesítményt, mondta el az elismerés kapcsán Szitkapéter polgármester. Látva azt, hogy ebben a sportban itt Kazincbarcikán, milyen nevek, milyen edző nevek vannak. Hány fiatal gyereknek okoznak sport kapcsán kellemes délutánokat és kellemes versenyeket? Hány támogatója van ennek a, a, ennek a szép nemes versengésnek? Szóval nagyon-nagyon összetett ez a dolog, ami, ami kapcsán azt gondolom, hogy maga az önkormányzatunk ezt a, ezt a magas elismerést megkapta, ami, ami nem csak nekem, mint Szitka Péternek, és nem csak az önkormányzatnak, hanem az egész sportnak egy óriási elismerését. Kazincz Barcikán. Centenáriumi díszoklevelet kapott még Kerekes Ottó a KVS elnöke. Forgács Gyula az ország Borsot Kft. ügyvezetője, mint támogató, Kónya Lajos vezetőedző, Csepregi György edző, Ördög István egykori versenyző, valamint Fodor Pál technikai vezető. A helyi birkózó szakosztály 1957-ben alakult Tóth János szakosztályvezető, vezető, Filácz Gyula vezetőedző és Munkácsi Dezső vezetésével. Az elmúlt pár esztendőben Kónya Lajos vezetőedző, Csepregi György edző és Fodor Pál technikai vezető az alapokról kezdték újból felépíteni az utánpótlást, ezért már óvodás kortól próbálják megszerettetni a birkózást. A birkózó a 2010-es évektől kezdett újból erősödni, ez köszönhető a sporták támogatásnak rendszernek és Kazincz Barcika önkormányzata által biztosított infrastruktúrának.